Szevasztok gyerekek, örül a csatornán! Kipen jelentkezik következő szövődés tudájjal! Nem is tudom, miért jutott eszembe ez a performance, amit nem is vittem véghez, hogy zombival változtam a zombi horda alatt, mert ugye megharapták! Milyen érdekes lenne, hogy zombival változnám, mert igazából van ilyen fertőzés dolog. Mi van akkor, hogyha végigmegy ez a fertőzés, csak simán meghalok, vagy én is zombival változok? Lehet, hogy zombival változok, mert igazából ugye ilyen zombi fertőzés kapsz, ilyen biohazard, ilyen vegyi dolog. Jó, fejezzem be, ugye? Befejeztem. Rengeteg dolgot fogunk csinálni, a Keepernek az agyába 1 millió dolog van egyszerre. 1 millió, úgyhogy így fölveszem ezt a poszt, ráfókuszolok a képernyőre, és már veletjük ismét a Veres Egyházi. Hol a kurzorom? Na! Csapjuk bele a csomba, gyerekek, nagyon gyorsan! Először is, amit meg kellene csinálni az, hogy a... tényleg próbáljuk egy jó pörgős részt csinálni. Imádjuk a pörgős részeket, mert a Keeper akkor részeget játszik egy kicsit, de ne vagyira. De várjatok, amit létre akarunk hozni, az, hogy nézzük meg, hogy melyikben van a legtöbb. Ebben a bal felsőben, majdnem sok van. Na, kellene nekem a izé, gyerekek, a... ez, meg ez... mert nem tudom kivenni. Waa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 a
bakkere is elkezdtem, hogy ezért volt, ezt tanuljuk meg. Tényleg nyomosok leszünk, mint a szalad. Figyelj, lesz kreppelem, nem érdekel, hatos bandona, megy az előadó cuccokhoz, megy az előadó cuccokhoz. Nézzük meg, hogy mi van még. A kajákat ki kellene rakni, a köveket ki kellene rakni. Nézzük sorba, jó? Nézzük sorba, várja, állj, nem azt kell megnyomni, ezt. Ide, a köveket, gyorsan, mindent. Nagyon gyorsan nézzük át tényleg a dolgokat, mert az eladó cuccokhoz, ahhoz még mehetne ez. Viszont itt még egy kicsit, igen, ezt a széket szeretném lerakni. Igen, pörögjünk fel gyerekek, mert egy csomó dolgunk van, és a keeper az nem akarja itten vesztegetni az időtöket és az enyémet se. Egyelőre most nem fogunk bázist javítani, mert igazából olyan terveim vannak, amiket inkább meg szeretnék valósítani. Na nézzük, hogy még mi van. Várjátok, azt csinálom, hogy gyógyszerbe kirakjuk a gyógyszer dolgokat. Minden gyógyszer dolgot rakjunk ki. Mennyi gyógyszer? Nincs más gyógyszer dolgom? Nem, nincsen, ugye? A fegyverbe is kirakom az összes lőszert, meg mindent. Ami nálam marad, azokat meg viszont ide pakolom, ugye ez is. A gyógyszerbe ide ez még belemehet, meg ez. Ezt azt beszéltem egyébként, ja, ezt nem adom el. A fába is bele kellene pakolnom a dolgokat, abból annyi, ennyi van, ugye? A vasba is bele kellene pakolnom. 347 darab acélom van, gyerekek, borzalmasan sok. A stomp belepakoltuk, a részbe bele kellene pakolni a dolgokat. Az ólomba bele kellene pakolni, és igen, fogok ólmot olvasztani. Elektronyos van, elektronyos nincsen. Mechanikus van, mechanikus nincsen. Service craft esetleg van-e? Azt hiszem, hogy az sincs. Egyéb craftban nitrit jönne. Eladó cuccokba egyelőre megvan, fegyverés, panel modifikáció, fegyverés, armor modifikáció. Nuko, itt ezek viszont ide jönnek, ugye, alkatrészek. Jó, ahogy látom, hogy kaja és pia az azért létezik, kaja alapanyagunk az nincsen, viszont kész kajám, az elég sok van, ugye. Viszont akkor pia alapanyag is az van, ugye pia alapanyag, ezt ennek nevezzük, és van egy kis piánk is. Egyébként eléggé leamortizáltunk pia szinten, szóval az nem egy olyan baromi sok van. Ezeket így szépen elhelyezem, ahogy szokta a keeper, ugye ezt is valószínűleg ide rakom, bár nem, hanem inkább ide rakom a kést. Oké, ezt meg leszkreppeljük a francba, és akkor egész jól állunk. Viszont a kávét is berakom, viszünk egy kis teát, meg kellene enni egy kis kaját, jó? Akkor így állunk. Igazából most más kajám nagyon nincs, akkor ezt fogja enni a képer, sőt meg is eszik egy csomót, hogy menjen föl a kaja szintünk, mert számunkra az jót okoz. 43-at megy, jó. Leszkrepelem, ami még nem kell, ugye jó. Nézzük, hozzuk ki a vasunkat, és hozzunk ki stone-t, és homokot. Ezt a homokot. Vas, stone, kő, clay,
Oké. És mi kellene még nekem? Más nem kellene. Ja, a fa kellene. És akkor beízítjük a kanálokat nagyon, nagyon taktikusan. Most az újabban azt fogom csinálni szerintem, hogy itt szét osztogatom ezeket. És akkor ugye 155 mondjuk. Már is 77-re szét van osztva. Ez megint 77-re ugye van nekünk. Összesen hány darab kohónk? 6 darab kohónk. Tehát akkor az összes beig van a cucc. Na. Itt ugye követ kellene bepakolnom, akkor figyeljetek, rakjuk be már fúrra 6000-6000 kővel, és akkor ide mindenképpen kell egy 77-es pak, ezt sajnos meg kell csinálnom, gyerekek, ne haragudjatok, és akkor cementet, nekiállunk 1040 darabot nyomatni. Oké, nézzük meg a mellette lévőt. Ebben van, de nem jól látszik, azon a késen. Ebben van a legtöbb cucc, tehát akkor ki kellene vennem az ülőt ide, és akkor ezt így berakjuk ide. Közben kellene Iront és Clayt berakni, ha 1900 darabunk van, akkor rakjuk be még mondjuk ezt, és rakjunk be fát, és akkor elkezdünk itt ezt a stílot csinálni, megint 390 darab lesz. Tökéletes, meg közben még alakul. Oké, akkor a többibe... Igazából, amelyikbe Clay kellene, olyat tudnék, ugye, olyan lenne jó, amiben Clay kell, de úgy látom, hogy Clay gyakorlatilag szinte egyikbe se kell. Melyikben van a legkevesebb Clay-jön? Megmondom őszintén, hogy úgy látom, hogy nem nagyon kellene semmit bepakolni. Jó, úgy látom, hogy ez jó, akkor annyit kellene, hogy itt meg a cement, vagy a betont megcsinálni, itt megint 1300 darab készül, és készülhetne több is, hogyha lenne nálam small stock. Most gyerekek, de ez ilyen pörgős, pörgős, csodálatos rész lesz. Most még 200 valamennyi, és nagyon tudti. A store, vagy akkor kivettem az izét? Jó, kivettük, oké. Okay. És akkor nézzük. Mi maradt nálam? Ezeket vissza kellene pakolni? Nem is. Jó, csak ezt fogom visszapakolni csak. A stone-ba. Ezt meg ezt. Ezt hagyom magamnál. Már csak azért, mert építkezni fogunk legelőször, utána meg még mást fogunk csinálni. Nagyon sok mindent szeretnék csinálni, úgyhogy készüljetek, kapaszkodjatok. A Selves Craft-ba rakjuk ezt. Nekem kellene nekem stone, és kellene nekem cobblestone, és lehet, hogy ez kevés is lesz. Úgyhogy ez nem kell. A cobblestone-ra van szükségem, fára van szükségem, erre van szükségem, és betonra lenne szükségem talán, jó? Más az egyelőre nem kell. Jó. Vigyük az összes betont, mert biztos, ami biztos. Cobblestone szerintem kellene csinálnom egy... Nincs nálam valami hozzá? Mi jó? Ja, ahhoz kő kell, várjál. Bocs, gyerekek, ahhoz kellene egy kis kő. És akkor csinálunk egy... Figyelj, csinálok egy 1000 darabot, mert... Ez jó, hogyha van mindenképpen. Oké. Okay. És akkor megyünk craftolni ezerre. Annyit csinálok, hogy ebből is kevés van. Ebből csinálok még egy 200 darabot. Mert ebből is szerintem kelleni fog. Oké. Okay. Veressük neki, mind a veres egyházi gyerekek. A cél az, hogy mindenképpen el fogjuk készíteni ezt a... Ezt akarja megcsinálni a Keeper. Viszont én arra gondoltam, hogy itt nekem ez nem tetszik, emiatt. De nem akartam be... Na, nem akartam beton. És ezt ki fogom ütni innen, mert engem idegesítesz, hogyha ott beton. Úgyhogy bocs érte. A rohadt életben, hogy beton csináltam, gyerekek. Nem akartam, még jó, hogy gyorsan ki tudjuk verni. Mi? Hát te gyorsan ki tudod verni, az egy arám. Na, gyorsan. Nem akartam ezt betonra, csak ideig akartam fel-upgrade-elni. Cobblestone-ig. Oké. Okay. Viszont akkor jó lenne kipakolnom, álljátok, addig csináljuk, mert nem tudok csinálni, mert itt szarakodik. Esik az eső? Ja, kellene, hogy kipakolom, addig a betont hülye voltam, hogy elhoztam, viszont hogyha már kivegyek arra, akkor lehet, hogy nem ezzel fogom kezdeni, akkor felmegyünk a tetőre, bár esik az eső, az nem annyira jó nekünk.
nem szeretek esőbe kint dolgozni, úgyhogy inkább akkor gyorsan kirakom, nem kellett volna a betont elhoznom. Jaj, de hülye voltál képen. Itt a beton, itt a beton. Kablosztokba megerősítjük. Mindenképp úgy akarom megcsinálni, hogy kicsit ilyen oszlopos jellegű legyen az egész berendezés, és akkor valahogy jobban néznek ki, én nem tudom, szeretem az ilyen dizájnt így megcsinálni. Ha már egyszer csinálok egy ilyen épületet, tudom, hogy funkcionalitás szempontjából semmilyen jelentősége nincs. Na képer az, nem tudom, hogy ilyen, tudjátok, szimetriamániás, meg ilyen, mit tudom én, ilyen designmániás, úgyhogy legyen valahogy ki jó kinéző, nem akkor már a cucc. És akkor ma mindenképp ültetni fogunk, mindjárt ültetni fogunk, nem is, hogy ma. Viszont van egy meglepetésem a mai részre, amit lehet, hogy imádni fogtok, lehet, hogy nem. Mindenképpen sietnem kell azért, hogy időbe odaérjek, meg visszaérjek, hogy egy nagyon érdekes, remélem, hogy egy nagyon érdekes résznek nézünk elébe. Olyan helyen fogunk járni, ahol még soha büdös életben nem jártunk, mert kaptam egy tippet egyébként, hogy hova lehetne elmenni. Pontosan nem tudom, hogy hol van az a hely, de remélem, hogy rá fogok jönni magamtól is. Úgy nagyjából az irányt tudom, meg igazából más területen nem is lehetne, de tényleg 100% pontossággal nem tudom megmondani, hogy az hol van. Úgyhogy valamennyire keresnünk kell. Figyeljetek, beesik ide az eső, ide írja, hogy pont elmentem a lyuk alatt, és rám esett, oda, hogy ott, itt, hallod, itt, ide állsz. És elvileg itt esik. Esik az eső, gyerekek, zuhanyozni lehet, lord. Meg nem állt, hogy zuhanyozni lehet, ebből kifolyólag valószínűleg a fény is lejut, hogyha egyszer az eső lejut, nem igaz? De ezt mindenképp ma meg akarom csinálni. És igazából lehet, hogy nem is ezzel kell volna kezdeni, hanem mindjárt elkezdünk küldetni a magokkal igazából, megmondom őszintén, egy kicsit haribelában állok, hogy ez hogy fog jól működni, de... Most bármennyire meglepő, ezt frame-ből fogom hagyni, mert így egész jól néz ki. Viszont igen, mindjárt meg fogjátok látni, magozunk egy kicsit, meg tényleg az a meglepetés hely, ahova el fogunk menni, az szerintem roppant érdekes lesz. Jó, cobblestone közben készül, úgyhogy tök jó, mert igen, de viszont ugye mennyi van még vissza belőle? 2 perc. És elég sokat elhasználtam, nézd, de nem csoda, hogy kell belőle még bőven. Nézzük meg akkor a magokat, hogy mik vannak egyelőre. Ugye például vannak nekem direktbe magjaim, szídjeim, mushroom. A mushroomot nem fogom, mert azt nem oda szeretném, hanem máshova. Van potato seedem, 2 darab. Van yucca. Ezeket, amiket szét kell szedni, ezeket meg ide rakom. Mi volt ez? Olyan volt, mintha valaki ment volna mögöttem. Haj, nem álva felvétel! Ja, és egyébként ugye van ilyen 4 darab kukoricám, meg van itt is szídem, de az a gond, hogy azt nem fogom tudni megcsinálni, mert ugye 5 darab dolog. Egyébként Zsolt jól írta, és köszönöm szépen is neki, hogy mondta, hogy ez nem mag, hanem ez ilyen örlemény, ilyen, nem egy kukoricaliszt, vagy valami ilyesmi. Van egy hopszídem, úgyhogy ennyi szídem van, a többi az nem szíd. Várj, megnézzük a piáknál is, mert lehet, hogy oda is pakod be, aki itt, hoppá, van 11 kávém, amiből szintén szídet tudok csinálni, meg van ilyen, nem? De hát ez igazából annyira nem kell. És itt is van egy hopszídem, tehát 2 hopot tudok csinálni. Ho-ho! Meg van lyukám. Na, igazából úgy gondoltam, hogy mindent föl fogok használni. Figyeljetek el, ha elmegyünk, ezt azért ide rakom, mert kellene hozni nekem Borky Water. Mert az mindig jó, ha van. Akkor várjatok egy pillanatra. Hát ezeket lehet, hogy egyelőre akkor kipattintom, mert most annyira nem is van ennek a szükség. Hát ezt 1 percet megcsinálja. Jó, majd megcsináljuk később, egyelőre akkor a magokat kellene csinálni. Receptek. Lyukka szép. Ugye lyukkára annyira nincs szükségem, de előbb-utóbb mindenképpen el akarok kezdeni készíteni. Jó, van berrim, és van kávémagom, nagyon jó. 2 kávémagom, gyerekek, akkor ezekkel készültek. Várj, hova rakta a kávémagot? Ide rakta. És a lyukka meg ez a kávé, az megy vissza akkor az italos polcba. Ide nem raktam véletlenül valamit? A mellette lévőben, nem ugye? Jó. Oké. Na, és kacok. Akkor így állunk, ezeket a magukat tudjuk elültetni, és akkor gyorsan is ültetem, hát hogyha még ebben a részben megnő. Azt hiszem egyébként azon gondolkoztam, nem vagyok benne biztos, de szerintem 6 óránként tudunk csinálni, vagy 6 óránként fog nőni. Valami ilyesmit tudok erről a dologról, bár ebben nem nagyon vagyok biztos. Úgyhogy ne kövezzetek meg, hogyha ezt rosszul tudom. Először is a kajákat kellene elültetnem, mondjuk itt sorba, mondjuk 2 darab. Tököt elültettünk. Legyen 2 darab krumpli,
legyen mondjuk kaja, nincs is több kajánk, ugye? Van kávénk, ne vigye sorba. Kettő darab kávét el tudok ültetni. Kettő darab ilyen kópot, ami azt hiszem mi is, ez várja, ami a sör malátot talán. Tudok berit ültetni. Jó, meg még mi volt? Meg jukkát tudok 7 darabot. Szekkezzük innen, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, gyerekek, akkor igazából el lett ültetve, most már csak várnunk kell, hogy ez megnőjön. Viszont arra gondoltam, hogy akkor meg kellene csinálni fönt is a dolgokat. Nagyon gyorsan megcsinálok egy ilyen betonplatót. Most már kellene hozni a betont is, mert azt betonból szeretném megcsinálni, egy ilyen betonrácsos akármicsodát. Úgyhogy megyünk a stonehoz, hozzuk a betont, meg megint elkezdünk akkor a frame-et craftolni, mert szerintem ez az 52 az retteltesen kevés, azt minimum egy 50 darabot még készítünk, meg akkor el kellene kezdeni cobblestone-t is csinálni, mert szerintem az is kevés lesz, mondjuk abból csináljunk még egy 500 darabot, igazából az amúgy is mindig kell. Na! Veretjük neki, mint a veres egyházó gyerekek, nem tökölünk, egyébként olyan, mint hogy reggel, 8 óra van, gyerekek, 8 óra van, és már egy csomó mindent csináltunk. Tök szeretem, amikor tudok pörögni, de egyébként nagyon rá kell hangolódni ahhoz, hogy nem nagyon rá kell hangolódni, hanem van az az időszakom, amikor nagyon törgök, meg van az, amikor annyira nem. Az annyira nem, az szerintem a normál esetben egy normál embernek a pörgést jelenti, de van, amikor nagyon tudok pörögni, és azt imádom, mert tényleg akkor nagyon produktív tudok lenni. Mert ha csak így elbambulgatok, ilyen felelnyi, akkor az nem annyira jó, de várjál, hol kell itt tűzolja, nem? Hol van a... Gyerekek, bele ne essek, attól félek, bazza, hogy beleesik a hülye keeper. Bele ne essek, itt van, jó van, oké, megtaláltuk. Na, akkor arra gondoltam, hogy akkor ezt le kellene betonozni az egészet. Egyelőre úgy lenne, hogy... Meg hol van? Lerakjuk azokat a részeket, amiket tudjuk. És marha gyorsan így végig küldöm, lebetonozzuk, kiássuk, csinálunk egy ilyen betonplatót, rácsokkal a tetejét, csak le ne essünk gyerekek, mert akkor keeper megvadul, hoppá, na oda nem kellett volna, ott a lyuk, jó, de nem tudok rakni, oda tudok rakni, úgy. Úgy gyerekek, itt egy kicsit kell majd bányászkodni, de nem annyira vészes, és azt annak a kettőnek a lyukát. A két lyukát kell kiütni, gyerekek, ki kell verni a lyukát. Na, csapjuk neki, várjatok, ez nem izé, az a baj, hogy soha nem látni. Ennél a izénél nem tudod megállapítani, hogy most kő vagy nem kő, vagy kő? Kő vagy nem kő, gyerekek, ugye? Most nézd meg ez itt fő, izé, homok, most akkor honnan kezdődik a kő? Onnan kezdődik el, és akkor ütheted ért. Nyilván jó lenne, hogyha látnánk, hogy melyik a föld, meg melyik a nem föld. De hát sajnálatos módon ezt nem tudok vele mit csinálni, de azért megpróbáljuk, gyerekek. Itt még egy sort ki kellene ütni, aztán akkor igazából jók is lennénk szerintem. Ó, és itt már megint ide. És itt meg már kő. Így, erre gondoltam, hogy ennyi, nem, gyerekek? Aztán akkor itt nem is kell ott ezt az ültetnem az egészet, hanem így ilyen hatékonyabb. És van megint ezért azért, megőrsz. Igen. Ja. De jó lenne, ha nem homok lenne. Vagy lenne egy augerű. Egy auger lenne, akkor nem lenne ilyen probléma, mert ugye augerrel tök mindegy, hogy mit hasonló, akkor is marha gyors vagy. De hát nincs augerünk, úgyhogy szegény ember vízre föld, itt szenvedhetek a idejébe. Hát itt se, itt se, itt se, itt se. Akkor itt már csákányozni kell. Végig kell ütni ezt a dolgot itt. Végig kell ütni. Ja, nem tudod megalapítani, hogy kő vagy nem kő, ugye itt a homokos részen ez a homokkőnek pont ugyanaz a textúrával rendelkezik, ha jól látom, mint a... Nem a... Pont ugyanaz a textúrával rendelkezik, mint a homok, úgyhogy... Úgyhogy szívás van, nagyon sem végig dobjuk. Az igen, oda csaptam, hogy... Ó, hát mindennel... Egyébként gyerekek, az a város nekem nagyon csábító, meg az nagyon csábító az a... Nevedik azt? Az a gyár. Az valamire tetszene. Az egyébként egy kajagyár, úgyhogy ott valószínűleg rengeteg kaját, meg lehet, hogy alapanyagot is tudnék szerezni, mármint úgy értem, hogy magukat is. De már el is árulom,
hogyha nem vigyázok, hogy mire fogunk rámenni, és mit fogunk szeretni, és hova fogunk menni. De még mindig nem árultam el, úgyhogy tartogatom egy kicsit, hogy legyen érdekes számotokra. Oké? Okay. Úgyhogy még nem mondom el. Meg fogjátok úgyis tudni, hogy meg homolóan jó van. Majd egyébként lehet, hogy leszakad, mert ugye ki lehet ásni alatta, ugye beszéltem arról ezelőtt is, hogy majdnem rám szokott a veteményesnek a teteje. Sőt, rám is szokott néha, de azért mondjuk úgy, hogy megúsztuk. Ide is ugye mehet. Oda is mehet, 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 oda nem mehet, mert az ott a lyuk, jó. Jó, gyerekek, mindjárt meg vagyunk, mindjárt. Ezt ki kell csapkodni, sajnos. Ez a több időben még elmegy egész mindenséggel itt. Akkor át a lagolt, ilyenkor esélyes, hogy egyébként valami zombi hordát vagy akármicsodát betölt, azt mondja, a nyakadba potyognak. Hát reméljük, hogy nem ez fog történni, de azért résen leszünk. Ja, mit még egy sort kell kiütnöm, aztán jó van. Hogyha fölé nyúlik, az se baj, szerintem csak az a lényeg, hogy a lyuk fölött direkt benne legyen. Akkor lehet, hogy baj van. Meg arra kellene figyelnem, hogy ide nem kellene leesnem, mert a saját vetemény és kertembe fogok beállni, mint a gerej. Aztán lehet, hogy a keeper annak nem fog annyira örülni, mint amennyire. Mint amennyire ti fogtok röhögni rajtam, mint az állat. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy néhányan rájöttek egyébként, hogy hova fogunk menni, és mit talált ki a Keeper. Meg igazából megmondom őszintén, nem találtam ki, hanem tanácsként kaptam ezt az ötletet, hogy honnan tudnék, hát egy kicsit előjem a poént, legyen egy kis barkópa, hogy adok informózsákat, aztán megnézzük, hogy valaki rájön erre, jó? Na. Valaki mondta, hogy honnan tudnék nagyon sok magot szerezni. Na, itt az ős Seven Days to Die-osok már szerintem egyből azon gondolkoznak, hogy... Bazza, erről beszéltünk, gyerekek. Erről beszéltünk, ugye? A zombi horda. Öcsém! A hülye Keeper lehagyta a izét, a fegyvereit. Ne akadj be most, ne akadj be. Hülye Keeper lehagyta a fegyvereit. Baszak. És hogy ez mit kondult a gyereknek a feje? Hoppá, ez odavárt. Azt a betyáró is tehetteket. Egyébként még jó hír volt ez a budogágya. Nem hoztam fegyvert, ugye? Hát nem gondoltam volna, hogy ez fog történni, egy kicsit így megugrott a... Figyelj, csáv volt megy, hallod? Nem vett észre. Mi van? Hoppá. Gyerekek! Hányan voltak ezek? Voltak vagy tizen? Meg milyen izék? Ilyen elit zombik voltak ezek. Elit zombik. Meg is lepődtem, gondolom ti is, nem? Legalábbis én meglepődtem. Hát ez ilyen. Ezek mennek meg a bárány felhők, meg a zombik, mi? És megint hallom, hallod, hogy közlekedik a csávó. Hát haver, figyelj, nyugodjál meg. Hoppá. Olyan luftot ütöttem, majdnem megpördítem. És már megnyugodtunk, vagy valami lesz, mert már Keepernek kezd az agyára menni, hogy itt járkáltak lefelé. Az Istennek nem szakadt ez le máskor, meg leszakad volna, biztos vagyok benne, de mindegy, ezt itt egy kicsit megritkítom, jó? Ne az legyen, hogy itt árnyékot nyújta, vagy valami csoda. Te, hallod, nem akar leszakadni ez a homok. Várjál. Még tényleg a fejem rájtem. Egy jó buli lesz, mi? Ó, oda né! És én mondom nektek, hogy ez sebez. Egyébként ez sebez, hogyha így... vagy olyan hülye, hogy alatt állsz, akkor így jó fejbe ver. Na! Nem hiszed el, hogy miért mindig homok van ott, ahol... miért ott? Ahova... csákánya nyúlkod. Ide van... homok...
Jó, van egyébként Clay is jön belőle, úgyhogy annyira nem bánom, de egy kicsit már belehúzhatnánk, mert már... Ma. Hoppa, ez megint majdnem rám esett. Ne! Azt a betyár úristenedet, épp hogy ki tudtam ugrani, baze! Beleléptem abba a szarba. Jó van, várj. Várj, gyerekek, van egy ötletem. Baze, van egy ötletem, nem hiszed el. Milyen bejáratot tudnék elképzelni az a bázisomnak? Mondjuk, hogyha... Bazza, tök jó bejáratot tudnék elképzelni a bázisomnak, esküszöm gyerekek. Na most egy olyan dologra jöttem rá, amit nem tudom, meg lehetne valósítani. Például, hogyha... Képzeljétek... hát ez nagyon jó. De várjál, hogy mindjárt mondom, csak még egy kicsit itt ekecsölünk, jó? Nincs. Oké. Jó, kész is vagyunk gyerekek, ennyi volt, annyi, hogy még megcsinálja a Keeper. Ramp corner, van ramp cornerünk? Ramp corner kell ide. Ez jó is ide. Meg akkor ramp kellene, sima ramp. Ez az. Ugye azért valami, nehogy már oda nem tudom belni, pont bele, ott ezt még ki kell ütnem. Sima rampod végig, meg ott is ki kellene ütnöm. Ahogy. Mindjárt gyerekek, pillantás! Az. Meg akkor csinálunk rácsokat a tetejére. Írtátok egyébként, még a zombi előtt, nem is tudom, talán Norvég írta, hogy be fognak fatyogni egyébként. Esélyes, hogy befatyognak, ugye. Az a baj, hogyha nem is az, hogy innen támadnak, csak elképzelhető, hogy egyszerűen beesnek. Na, ez már nem ramp kell. Úgy gyerekek, nagyon megy az idő, nem? Ezzel nem tudom, azt tudom, mikor kezdtem ezt a videót, de szerintem baromira megy. Valami jó fajta rácsot gondoltam, mondjuk rakjunk ilyet, nem? Rakjunk ilyen frame-et, és már úgyis más nem kell. Be kell raknom. Egy. És végre már nem tudok beesni. Ja, megcsináljuk betonig, mert igazából van alapanyagom. De később egyébként, hogy folyamatosan fogom gyártani az alapanyagot, lehet, hogy elképzelhető, hogy azt fogom csinálni, hogy gyártok olyan alapanyagokat, amiket jobb pénzre el tudnék adni. És lemegyünk fegyverekért, ezt el fogunk menni kirándulni. És kíváncsi vagyok, kirájöttetek már, hogy hova megyünk olyan helyre, ahol mag van. Elvileg ott rengeteg mag van, úgyhogy akkor tudnám még növelni a én kis csodálatos... Én csodálatos kertemet, és ugye önállátónak kellene lenni. Egyébként azon gondolkozok, hogy tudnék olyan annyira önállátó lenni, hogy például mind a Falloutba örökre egy ilyen bezárt vaultba lennék. Az is egy nagy challenge lenne, hogy mit tudom én, 10. napig érdel az, hogy teljesen nem mehetsz ki a vaultodból. Érted? Nem mehetsz ki. Abszolút. Mondjuk sugárfertőzött. Eljátszottad sugárfertőzés vonatként. Érted? Ilyen szerepjáték. Ez egy, mint egy RP, hogy na, mostantól nem mehetsz ki. 10 napod van rá, hogy beköltözsz a vaultodba. Hoppá! Ez is milyen, annyi mindent lehetne ebben a játékban csinálni egyébként, hogyha egy játék lenne, amit egy lakatlan szigetre vihetnék, akkor az biztos, hogy ez a játék lenne, mert annyi lehetőség van benne, hogy ez őrület. Jön rám az XP gyerekek, mind az őrült. Úgy. Na, itt akkor annyira most már valószínűleg nem fognak lejönni, ugye? Acélból nem csináljuk meg, mert egyelőre feleslegesnek látom, meg igazából itt szerintem nem nagyon fognak támadni. De mindenképp akartam egy ilyen felső ilyen részt, mert azért így kerek a történet, én úgy gondolom. 32.000 XP jött gyerekek, amióta ezt meg felupgrade-elem. Tessék. Megnézzük felülről egy kicsit, mindig úgy... Oda nézzé, nem? Azért így amikor erre jön valaki, hogy sejti, hogy itt azért van valami, itt azért van valami. Várjál. Tök jó. Nagyon tetszik egyébként, baromi jó megvan. Nagyon jó.
Nagyon jó, ez a kis bunker ez azért ott van a toppon. Ah! Na menjünk a francba, mert rengeteg dolgunk van, és már 10 óra 31 van, úgyhogy ne húzzuk az időt annyira. Imádom ezt a helyet, olyan jó távolra ellátni. Az mi lehet? Az is egy város akar lenni? Az egy város, ugye, az meg egy idő. Abba a kajás részbe is el kellene nézni egyszer. Egyébként a küldetésekre is rá lehetne már feküdni, mert az is nagyon jó. Csak az a baj, hogy most én nekem más céljaim vannak, saját céljaimat próbálom megengedni. Ugye a küldetéseket csinálnám, lehet, hogy már... Ja, Norvég mondta, hogy tök hülyeség volt acélból megcsinálni ennek a tetejét. Egyébként azért féltem, hogy ha onnan jönnek zombik és a tetejét ütik, akkor nehogy az legyen, hogy izé, hogy itt ilyen ásó mozdulatokkal bemásnak, de mind látom, kár volt, ettől félem. Nézzük, hogy mi az, ami igazából ki kellene mindent pakolnom, én arra gondoltam, mert miért ne. Meg megy a kis dobom a francba, az üvegeket nem, a fát és ki fogom dobni. Mert hogyha lootolni kell, ne az legyen, hogy minden szart magunkkal visszük, és azt csináljuk, hogy inni is fogunk itt. Oké? Okay? Sőt, nem, megiszunk itt. És megisszuk a maradék italt is, ha úgy van. Jó, kellene ennünk is valamit, azt hiszem, igen, ebben még volt egy ilyen, meg ebben van még kaja. Konzervkaját eszünk, jó magasra toljuk fel a kajaszintünket, és ne kelljen vele vesződni, annyi, hogy akkor ezt leszkrepelem. Oké, és akkor vasat meg berakjuk. Nem, mondom, a vasat berakjuk. Jó, és a gyógyszerből egy dolgot fogok vinni csak. A kötszert. Ennyi a kötszerünk? Márjáma? Nem hiszem, hogy kötszerből, meg ebből tudok csinálni. Nézzük meg a recepteket. Igen. Nem, ezt még nem tudom, nincs felnyitva. Ja. Írtátok, hogy miért nem csinálok ilyet már nagyon sok részsel ezelőtt. És hát azért. Na, akkor viszont fegyver kellene, úgyis nem. Ez. Sörét kell mindenképp, AK lőszer vissza kettő adagot, mert azért nem tudom, parás-parás helyek vannak, meg akkor vigyünk egy 300 pisztoly lőszert, meg ugye természetesen a crossbow arrómat. Nézzük, hogyan állunk itt. 37 perc, mert egy óra volt, akkor 20-valány perc már eltelt a videó, abban legalább tudja a keeper. Amit még akartam, jó, hogy ide mindenképp akkor küldünk be még több cementet, ide meg, akkor még több Iron-t, már ugye rengeteg lesz, vagy 1000 darabom, és azt hiszem 1000 darab Iron, az nem is kevés, vagyis nem Iron, hanem Steel, 1000 darab, 100 darab, vagy 1000 darab, akkor igen, igen, akkor izé lesz 10.000 pénz, úgyhogy az nem is olyan rossz pénz, de ugye azért itt még lesz mit fejleszteni. Azon gondolkozok, nem felejtek el valamit. Nézzük meg a motorunkat, hogy mennyi üzemanyag van benne. Oké. Okay. De mindig ráugrok. Mennyi üzemanyag van a mociba? Ja, rá kell, fel kell ülnöm oda. 62%. Az is kellene akkor. Oké. Okay. Tankoljuk meg. És akkor visszarakunk egyéb craftba ezt. Jó. Be vagyunk tárazva egyébként? Legyünk betárazva, mert azért kell. Sőt, azt csináljuk, hogy ezt a fegyót, meg ezt a fegyót, ezt a fegyót megjavítottuk. Kettő javítókészlet még marad. Jó van, gyerekek, veretjük neki. Hoppa, az az egér irányítás, az vadító tud lenni néha. Kihúzatjuk. Hoppa. Na, oké, és akkor megyünk, és még mindig nem mondtam el hova, ugye? Hát, megpróbálom megjelölni valahol. Várjál, a kérdőféget húzd be, hogy valami. Na menjél föl oda, akkor dobra, azt maradjál. Jó, álljál meg. Valahol, ja, jó, az is van megjelölve. Valahol kell lennie egy farmnak. Elvileg. Valamerre arra elmegyünk.
ahol szerintem tudnék magukat még szerezni, úgyhogy arra elhúzunk, meg esetleg, hogyha látunk valamit, akkor azért lutolunk gyorsan. A kajás, ezt a gyárat is egyébként megnézném, bár ott egy picit félek, olyan tipikus, olyan nagy monumentális, rohadt nagy épület, ami valószínűleg tele van nagyon csúfosan zombival. És valahogy nem kívánom a halált. És még valamit meg fogunk csinálni, heavy armorra át fogunk avanzsálni, vagy át fogunk pakolni, gyerekek. Mert oké, hogy gyorsabb megyünk, de szerintem egy idő után már olyan erősek a zombik, hogy tényleg nem kellene kiíratnunk magunkat állandóan. Most ilyen random zombikat meg nem fogok megölni, szerintem. Jó fele jövök egyáltalán? Jó. Jó, végig az úton. Á, ott a sikítói zombi, de ilyen izé. Ilyen pók zombi, vagy milyen szarnak nevezték ezt onnó. Már azóta egy kicsit változott, ott a tyúk. Meg itt van egy kis vízterület, várjál már, hadd töltsem meg a kulacsomat. Szóval mi? Hoztam üveget, nem? Megtetjük gyerekek, már akkor nem lesz rá gondom később. És azt sem berakom a motorba. Oké, gyerekek, mehetünk tovább, akkor ezen túl vagyunk. Ja, itt van ez a, gyár. Ez nagyon érdekelne a gyár. De valószínűleg, hogy valami epic lootja van, ott balra. Ilyen rohadt nagy épület, egy ilyen nagyon masszív. Nem is láttam ekkora épületet szerintem a mapon. Azon kívül ugye, hogy persze van ilyen felkarcoló, meg mit tudom én, de ez egy ilyen nagyon monumentális. Úgyhogy ez érdekes lehet. De egyelőre nem ide. Esetleg visszafele, hogyha nagyon sok időnk lesz, be fogunk nézni. Nem mondod, hogy megütött egy darab HP-val? Jó vagyok, Talbert. Na. Ez jó, ez egy nagyon monumentális épület. De farmot megpróbáljuk megkeresni. Nem néztem meg direkt mapon, hogy hol van. Annyit tudok, hogy valahol ott a trader fölött van, talán balra. Valami ilyesmi. Nem vagyok benne pontosan biztos, vagy nem vagyok egyáltalán biztos benne, hogy hol van, mert nem tudom, hogy hol van. De azt tudom, hogy valamerre ott van ugye a fás részen. Ja, és ha már fás részen vagyunk, gyerekek, piros növényt lehet, hogy kellene szedni töménytelen mennyiségük, mert az abból lehet elvileg, a piros növényből lehet főstéket csinálni, és akkor tudnánk festeni. Azt hiszem, hogy pont murky water kell hozzá talán, vagy sima water, meg az a piros növény, tudjátok, olyan, mint a gyapot, csak ilyen piros. Úgyhogy az is jó lenne, hogyha olyan szedni. Nem is tudom, 28. napon reszletelt ugye a trader, úgyhogy nem érdemes megnézni, azt ma... Ezt a 31. napon fogjuk megnézni. Itt is érdekes lehet ne körülnézni, itt ezen a részen. De most nem akarom vesztegetni az időt, renget, annyi minden dolgot lehetne csinálni ebben a játékban. Ez mi az plating? Ez is itt egy templom, vagy nem tudom mi lehet. Ez egy csima ház. Itt ugye voltunk, és itt kapásban... Itt voltunk, nem? És lootot szereztünk innen, vagy valami volt? Jó, elmegyünk erre, jó. Úgyhogy a piros növényt látjuk tömegtelen mennyiségben, akkor az Keeper azt ki fogja szedni. Ó, itt ez mindenhol ez a piros növény van. Ó, ezt pont nem tudom leszedni, mert itt tényleg van. A traderen belül van, tudod. Ilyen gyerekek, itt ez érdekes lesz, nem tudom, hogy ott van egy olyan piros növény. Az a baj, azt hiszem egy növény kell. És ezt most felvettem, vagy mi van? Aha. Hármat ad egy növény? Ugyan rengeteget kell futkozni, várja, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy menjünk gyalog. Ja, mi van? Van benne valami? Van benne valami? Ki kell vennem azt a murky water-t. Na. Menjünk gyalog, aztán akkor piros növényt megszeregetünk. Várja, ezt a murky water-t rakjuk el innen, mert biztos, hogy bele fogok ütni előbb-utóbb, és aztán lehet, hogy nem lesz nekünk jó. Viszont nincs semmi olyan, amivel tudnék így ütlegelni. Ezt meg akkor ide kirakjuk, mert akkor ököllel, gyerekek. Na, piros növény dolgom van, meg közben nézelődünk, jó? Közben nézelődünk, meg lootolgatunk is. De a lényeg, ezt a tokert felvesz... Hol a többi tokenem, gyerekek? Kiraktam valahova? Azt mondjátok, valami leszkrepeltem, vagy valamit csináltam vele, mert akkor megvadulok. Hú, hova tettem a pénzemet? Na mindegy. Hát annyira nem mindegy, de... Kettőt ad egy ilyen valami. Na! Ó,
akció. Ez rengeteg redet ad egyébként, az figyeld ma. 150. Oké. Bor. Jobbra. De megyünk mondjuk itt ez nincs felfedezve, jó? Van erre arra, meg közben akkor tényleg ide egy gyapot az anyagom nem érdekel, az a piros növény viszont érdekelne, hogy itt van sok. Azt hiszem ebből lehet ide gyűjteni, vagy ide csinálni festéket, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy más lehet-e. Úgy emlékszem, hogy festéket azt lehet, de úgy sok van itt, tök jó. Oda né. Maximum a zombi lenti feliratot ki tudjuk festeni, vagy ilyesmi. Meg ezzel a festésre rá akarok állni mindenképpen. Csak hogy tényleg ebből lehet csinálni, akkor ezt lehet, hogy érdemes lenne termeszteni. Nem? Ezt is, mert hogy belegondolsz, akkor nem kell andal eljönni ide, hanem folyamatosan tudod termelni. Ne szép tiszta vizet, mindjárt a fülkek egyet abban. Hogy nem tudom el, ezt annyira utálom, hogy annyira várom, hogy eltaláljam, és nem találod el. És eltalálod, ennek meg viszont örülsz. Na! Merre van az izé? Merre van? Mi az a piros növény, úgy látom, ilyen kupacokban nő, aztán utána csá. Ja, ezt is lehet, hogy el kellene kezdenem termeszteni. Csak... rengeteg... rengeteg idejére lenne szükségünk. Még ugye... termőföldre. Na, itt is piros növény. Késsel nem ad többet. 5 baza, 5-öt adott. Ja, mert izé, nem ad 5-öt, hanem ugye izére is számolja. Így összesen mennyit szedtél egy bizonyos időintervallumon belül. A gyapotból mit tudok csinálni? Csak klotot? Majd megnézem ma. És ez már érdekel. Klot szídet. Mi az? Tudok ágyat csinálni, bazza. Tudok ágyat csinálni. Királyméretű ágyat, dik. Ja, hát igazából sok értelmét nem látom. Na, elmegyünk erre. Nem szerintem erre van valamerre. Nem vagyok egyáltalán biztos benne, hogy merre lesz ez a dolog. Ül fekszik. De viszont ezen a területen lehetne szarvas is. Esélyes, hogy... egyébként ez a terület ez nagyon barátságos. Ez ilyen, nagyon ilyen chilles. Én úgy érzem legalábbis, hogy nekem az jön át, hogy ilyen full chill van itt. Hát akkor mennyit szedtünk ma? Mi ez a megakadás? 102 gyerekeket, már 102 festéket tudok itt csinálni. Ezeket régen lehetett utolni, nem? Jaj, nem, ha megint eső van, úgy utálom az esőt. Vagy ez körül, hogy nem tudom mi a szar ez. Azt tudom, merre vagyok egyébként. Merre vagyok előre. Na, hát egyelőre elég lesz ez a szar. He, basz, az mi az a szar? Mik ezek a kidöntött farmkörk, és ezt régen lootolni lehetett, emlékszem, még a nagyon-nagyon régiben is, mit tudom én, az ilyen 7.0-as alfába vagy akár amelyikbe. Nem tudom, merre lehet a farm. Hú, mennyi piros növény, gyerek. Ebből nem tudok ilyen italt csinálni, vagy valamiből? Lehet, hogy ebből italt is lehet. Valamire jó, biztos. Hát ennek örülök most meg ide, hogy szabad az eső. Na, hol a szarba vagyunk? Hát ez lehet, hogy nem jó. Lehet, hogy elmegyünk még erre. Nem tudom, tényleg nem emlékszem pontosan, hogy merre volt a farm. Úgyhogy egy kicsit... bazd, de jól néz ki. Jól néz ki az a vihar. Aztán vágom egyébként, miért vagyunk ilyen rohadt lassúak a víz alatt? Mert tényleg baromi lassúak vagyunk, meg miért nem bírja nagyon sokáig a víz alatt? Hello, haver. Észrevettél, bocs. Ezek nagyon könnyen halnak. Gyerekek, itt. Ilyen baromi... az mi? Ilyen baromi könnyű zombik vannak, azt veszem észre, vagy ez... csak én nézem be ezt. De baromi könnyen halnak.
Csiripelnek a madarak, meg törög az ég, de jó. Meg jön a zombi. Na, ez is ilyen egy nem, az nem egy hitel volt. Ez olyan kellett neki a kettő. Ez mi az az épület? Ez ilyen adótorony. Bekukkantok, hátha valami. De nem vágom egyébként, hogy hol vannak a... Hol van az a... Megint a látótávolság a békeseggel, arra vágod aztán. Ez se a legjobb. Ez egy üres üvege, de... Annyira örülök neki, tesó. Van itt valami? Lószar? Nem, ide se volt érdemes bejönni, mi? De nem, egyszerűen ennyire nem érdemes bejönni. Ó! Oh. Hoppá, hoppá, gyerekek! Ott van a izé, ott a lámpa. Van itt? Valaki rúgja a port. Van itt loot? Gyerekek, innen leessek én, nekem annyi lesz. Dezső! Tesó! Úristen! Úristen! Na, én a magaslatokat nem szeretem. Ezt megmondom őszintén, de legalább innen jó messze ellátni, nem? Úgy ez tök jó egyébként ez az adótorony, vagy mi ez. Azt a betyár. Ez majdnem összeszartam magam, esküszöm. És még magasabbra? Ennyi volt? Ne szórakozz! Igen, még magasabbra. Te hallod? Belém csak a villám, aztán... Nem éltek a nyomjába. Hallod? Ez a rohadt 10 év volt, kánya. Erre figyelni kell, lehet, hogy lesz meg ilyen. Ennyi? Táska? Ó, oh, te fiú! Ezért jöttem föl ide, te! Jó, jó, jaj, nem, hogy pont esik az eső, látod? Pedig innen tök el lehetne látni mindenhova. És nincs is semmi más. Tényleg így a belém csak a villám, azt nézegetek. Azt a betyár, jó magasan vagyunk. Hát innen különben tök el lehetne látni, szerintem tök messze. Hoppa, viszont a madárból ki kellene nyernem a időt. Romlott húst, annyi eszed, nincsen keeper. Ha már egyszer. Innen lehessen, öcsém? Neked véged van. De azért egy zombi vordát kipróbálnék itt csak azért, hogy... Hogy le idejnének. 10 000-es az a bas, úgyhogy nem olyan rossz. Arra lennék kíváncsi, hogy... Hogy ledöntenék ezt az egészet? Vagy mi is ledönthetnék, de nagyon full lenne. Gyerekek, döntsük le! Mennyire stabil az alja. Azért le kell dönteni. Ki kell fogyasztanod feltétlenül a játékot, keeper. Ugye? Ez nagyon nehéz lenne nekem azt ledönteni? Gyerekek, ez ledőlne? Úristen! Nem bírom ki, hogy ne döntsem le? Na várjál már. Na ugye azért bírjuk mi már az ütéseket, keményen vagyunk minden amit. Ezer! Ez az az alja! Ezer az alja, gyerekek! Gyerekek! Futás, öcsém! Hosszognak le az alkatrészek, Dick. Hú, hallod? Meg is ijedtem, mondom, mi volt ez? Oda légy a létra! Nagyon... Nagyon komoly, várj, ez az 10 000-es, aha. A gyerekek? Ezeket szórakozzad, mi? Eljöttél ezzel szórakozni. Gyerekek, nem a legbelsőt kellett volna végére hagynom. Hát mi volt? Hát, de valami rikogatott. Valami rikogat. Mi az?
Hát ki vagy te, bazza? Ki vagy te, ki megzavarod itt a bontáson? Mi ez? Nem mondd el, segítő zombi! De jó! Sikítsá! Sikítsá! Sikíts te, csaj! Jönnek a haverjaid! Wow! Imádlak! Nem lövöm le, bazza! Hello, itt vagyok-e? Jönnek a haverjai. De bazza, ezek miért futnak? Várjál ma! Ott is egy! Ott is egy sikító! Meg még egy! Te fiú! Mi folyik itt gyöngyösen? Mi a szar?! Mi a franc?! Most nem azért! Miért jött három sikítós rám jött bele? Eddig ezt akartam, nem igaz? Jó, már nem fut senki, milyen szart lövöldözök mindenféle kemény lőt. Kemény fegyverre. Volt egy loot, ezt te ne felejtsem. Ez mi volt megint? Nem mondod, hogy megint egy sikítós. Nem mondod! Mi történik itt? Mi ez a hely? El van átkozva, vagy mi van? Mi a szar ez a hely? Komolyan most ez a... Húzzák itt az idejemet. Azt a vegyára Isten, nekem mi volt ez bazen? De most miért? Én nem is értem. Szomjas vagyok, jó, van pia. De tényleg nem baktam, hogy ez most miért, de... Mi az, hogy itt hang... De hangra jön, vagy mire jön bazen? Nick, baj van. Borul össze a szar. Jöcsém! De a zombi meg ott küzd alatta. Oda néz, még mindig. Egy kicsit beakadtunk szerintem. A hülye képről. Most ezt nagyon össze kellett döntenem, még nem bírtam volna ki ennek. Jó, megyek tovább, gyerekek, keressük a dolgot. Megint egy olyan hosszú rész van, bazzák. Bocs, érte. Figyelj, csávó, túlélte, hallod? Gyerek! Nyugi-bugi! Mondtam, hogy nyugszó, nem? Na nézzük! Térkép. Kus! Ezt én nem értem, gyerekek! Ne arra gudjatok, hogy én ezt full nem értem, de ott meg szerintem... Havas rész, dík! Oda nézzé!
Havas! És akkor merre van a farmom? Megnézzük erre? Nem tudom. Megyek még erre. Nem. Most tényleg meg vagyok lőve. Fogalmam sincs. De mennyi vas oda lehullott a Jézus Mária? Összeborult az egész. Ott lehetne vasat szedni, mert szerintem ilyenkor együttéses ezek a vasak. És ugye nem kell olyan, mi nem 10 000 durabilitések ma. De most nem azért jöttünk, gyerekek, bocsánat, de ki kell verrem, nem bírtam ki. Akkor olyan magas volt, hosszú, hogy ki kell verni a keepernek. Igen, közben én elmegyek erre egy picit, hogy azért lássak is valamit. Jó, hát igen, és itt van a havas, tök jó. Nagyon bejövős. Hú, ott azért nem tudok oda menni most, mert ugye nincsen például meleg ruha rajta, szerintem. De nem is akarok, nem az a cél. Itt egy házikó. Nem tudom merre van a farm, de erre úgy látom, hogy erre már biztos, hogy nem lesz a farm. Mert már tudja, hogy nem lesz a farm, de itt viszont lehet, hogy erre lehet. Na gyerekek, most itt körbejárjuk az egészet, aztán nem lesz semmi se valami. Jó, nem tökölök. Várjál, most merre jelöltem? Jó, arra jelöltem. Jó, körbejárok, mindenképp egy kicsit felfedező út lesz. És már kénytelenek vagyunk, mert már nincs vissza út. Ügyöcsém. Úgy előttem melletted. Jó, gyerek, maradjál. Nem állok le balhézni mindenkivel, mert így akkor nem megyünk semmire. Na nézzük, most legalább van látótávolságon. Farm vagy valami. Sehol egy rohadt farm. De legalább lehet, hogy pont láttuk volna, amikor föl voltunk a toronyban, csak ugye jó megszívatott minket az rendszer, hogy pont vihar volt. Itt meg nem tudok kiugrálni. Fáradt is a csávó. Menj már föl, menj már ki. Nem tudom merre menjek, hogy a farmot megtaláljam, vagy merre van egyáltalán farm. Ezt tudom, hogy van egy farm a mapon, és biztos, hogy az ő területen van, és nem a havason. Ott tudnék csomó magot szerezni, csak fogalmam sincs merre. Úgyhogy szerintem néhányan lehet, hogy fogjátok a fejeteket, hogy állj, arra nem arra van képer, csak nem tudod. Mi meg úgy megmondanánk a magunkét neked. Ezt lehet, hogy jobbra lett volna mi, de én úgy emlékszem, hogy aki mondta, az azt mondta, hogy balra van. Úgyhogy én próbálok neki hinni. De szándékosan egyébként nem néztem meg a térképet róla, mert ugye vannak ilyen public térképek, ahol utána lehetne járni, de mondom, nem akarom, mert ne az legyen, hogy most én így, mit tudom, tök utána nézek, akkor meg az olyan, tudod, milyen gáz. Hát figyelj, lehet, hogy le kéne most mennem erre. Jelölök egyet arra, és akkor megnézzük még ott. Mert valami rémlik ezzel a hiddal kapcsolatban, bár mindenhol ez a vas szerkezetes hit van, meg nem... Itt van egy ilyen kisebb városszerűség. Ez nem a farm, ugye? Ez egy ilyen kisváros. Egyébként olyan hal... Nem egyszer ennek a kisvárosnak mellett táboroztunk le nagyon-nagyon régen. Itt meg van egy nagyobb város a közelbe. Valami rémlik. De valamerre erre kell lenni annak a rohadt farm. Oh, ott van egy... Oh, piro... Oh, megvan a farm. Gyerekek, meg van a farm. Bocs, hogy gyalogjövök, csak mit tudom én, hogyha valamit lootolni kell, akkor az csak egyszerű. De most már mindjárt motorozni fogunk. Az a lényeg, ezt a farmot ezt kipucoljuk. Nem tudom, hogy mennyire lesz nehéz, vagy nem nehéz. Én attól félek, hogy a kutyákkal lehet, hogy meg fog gyúlni a bajunk. Gyanítom, hogy egy farmon szoktak kutyák lenni, meg nyúlak is vannak, hogy látom. De... Olyan gellet kapott. Na, ez a farm, ugye? Ez itt a kert. És egyébként ezen a helyen... Mi ez? Ura jó gyerekek, várjál. Megnézzük először ezt a baloldat, utána meg arra. És a kukorica... Itt van... Ó, mi ez? És ezt így szét kéne ütnöm? Aha! Itt jó sok izé lesz, sok cucc a gyerekek. A kukoricát is tudom használni? Jukka, szedjünk jukkát is, bár azt ugye tudok máshol is. Nyuszi! Bocs, haver, de most a nyulat nyúlom. Most
meg utána veled foglalkozok. Jó így? Megnyugodtunk? Köszönöm szépen. Na! Hoppa, hoppa! Nem mondod, hogy ezeket mind szét tudom csapni. És mi lesz belőle? És nem lett belőle semmi? Nem. Ez halott? Ah, de van ide is. Van jó, a bolyan kuki. Kuki az, a szemer világ az, a kukor. Nézzük, itt is egy kuki. Itt is egy kuki. Jó, van halott, mert nem látok tőle. Ott is egy kuki. Ott is egy kuki. Így végigmegyünk, azt akkor sorok között. Ott is egy kuki, kukoricát tudok ültetni, remélem elég hely lesz neki. Elég magas a... Mondani mennyi kuki van ám itt közte bőven, csak észre kell venni. Oké, ott is van még, itt egy kuki, meg ott egy kuki, szerintem azt el is fogyott. Ugye? Elfogyott. Nézzük be a házba, hát, hogyha ott is találunk valami érdekes dolgot. Idő van az ajtó? Hello! Na tudtam én, hogy üttök még az én utcámban. Nem arra menjél, másik irányba. Haver! Jó, elhülyéskörem, látod? Ezt megy a... megy a... Ja, elhülyéskörje a Keeper feleslegesen a dolgokat. Nézzük, ebben mi van ebben a zsákban? Hát nézzem meg. Lol, papír. What the fuck? What is no? Sose rossz. Azt a betyár. Ebből szerintem jó fog jönni a hús. Tizenkettő. Ebből lesz vagy 25. 30 apám, 30. Itt vannak még zombik, úgyhogy óvatos baj. Disznólag vannak. Én azt hittem, hogy ezek van disznó. De aztán ezek ilyen csüngős, akármicsodák. Tök jó ez a hely. Nagyon örül a Keeper. Na, viszont ott a lámpa, ott, úgyhogy főúta is még a végén lehet számítani. Mindjárt körülnézünk mindenhol, ne viccelj. Ha már egyszer eljöttünk ide. Gyerekek, ez egy jó hely. Ez egy jó hely. Csomó berry, meg mindenféle dolog, meg egy néhány darab zombi. Marha jó vagyunk. Imádom, vagyok, tetszik nekem. Annyira tetszik ez a játék, nagyon szeretem. Lehet, hogy erre a kék zsákokra gondoltatok, hogy cement. Igen, egyébként erre. De hát igazából sok értelme nincsen nekem ezt gyűjtögetni, mert minek. Nekem annyi cementem van, mint a sár. Gyerekek, ez egy, megint egy jó hosszú rész lesz. Mi? Ez mennyibe kerül? 160? Bevisszük, nem ilyenek? Ennek mi értelme szétszedni? Érdekel. Gyanús ez a hordó, nem? Ó, hát ez ennyire nem nagyon gyanús, mert nem volt semmi. Ó, a gyerekek ezen a farmon, ebben sok cucc van. Nem gondoltam volna, hogy ennyire sok dolog van egy ilyen farmon. A VD40 meg minden, oda nézzük. Na! Ez nem ajtó. Még szemetes kukánk is van, benne három ólommal, és valószínűleg erre lesz a főút. Ha van olyanunk, de szerintem félelmetes. Hát, hogyha nem lesznek itt zombik, akkor sehol, hallod? Na, ott a csávó alszik. Gyanítom, hogy nem az utolsó. Szerintem leesett a csávó. Rendőr zombi. Valaki ült, szerintem egy gyerek leesett, de hogy jutok tovább, hogyha én is leszakadok? Valahol nem szakad le? De lehet, hogy az a rossz, az szakad le. Körülbelül egy gyorsan.
Még biztos lesznek. Aha. Hoppá, ez bejött a képbe, hallod? Nem, ó, a csávó meg lement. Bejött a képbe, nem, azt, nem is azt akartam célozni erre, meg ide jó volt, befutott. Ez a baj, ezek lehet, hogy feljönnek a létre. Beteszem az ajtót, majd meg fogjuk hallani, ahogy van. Nem tudom, mennyire intelligensek. Ó, oh, még egy följebb? Mert ezek leszakadnak, meg mindent csinálnak ki nyugba. De hogy itt biztos, hogy lesz valaki, azt tudja. És ide még... Miért volt? Miért jó ide kijönnem? Ez is nekem olyan fura, nem? Hol van a főút? Mi arra? Végig kéne szomb... A hauron. Végig kéne szombáznom, nem? Ott vannak a csávok, figyelj, üldögélnek meg minden. Jó, hát ide biztos nem fognak feljönni a zombik. Ja, tudtam, bazdmeg. Újra nem akartam csúlyát mondani, bocs. Akarom mondani, tudtam a francia sembele. Tudtam, frame-et kell volna leraknom, de mondom, spórolok. Hát aztán nagy spórolás a frame, egy darab frame, mi? Na várja, van egyáltalán nálam frame, meg ide, mi a helyzet itt? Úristen! Gyorsan, a... Mi a szar, ami nem kell? Csonthegyek, ezt is leszkrepeljük. Tudom, a motorban majd kipakolok, nyugalom. Ez szerintem nem kell az a fiber. És akkor csináljuk majd egy néhány frame-et, mondjuk egy 10 darabot, vagy mit tudom én. Ezt meg is ehetném, leszkrepelhetném a másik időt. A kajás, hol van, hol van a konzerv? Mi a lenyelte konzerv? Leszkrepeltem a kaját, mi? Ezt már megint megcsináltam, ezelőtt is megcsináltam. Bandika írta, hogy te hülye, leszkrepelted a időt. Macska konzervedet. Na, ez jó. Figyel. Szórakozok én itt. Nem nagyon akarok leesni, na. Nincs senki több? Senki többet harmadszor. Megtalálta a fülőtöt a kép... Van kolya, meg ilyen travel map, ami már zasszor volt. Legalább ezt meg tudom enni. Nem szkrepelem le. És pont üres lett, jó. Viszont megint tele vagyok minden szemettel, úgyhogy egy kicsit lehet, hogy... A motort... lőszer. Lőszer is. Jó, és ez abszolút nem tudom fölvenni. Na, gondolkodjál, Keeper, mi az a szar, amire nincs szükséged? Kettő műanyag nincs, ez mennyibe kerül? 100-be el tudnám adni. 17 darab fával szerintem nem váltom meg a világot, azt gondolom mindenki tudja. Ezt lesz grefelem, mert nincs, van annyi rugom, mint az istennyire, meg a 35. Na, ezért nem szeretem ezeket összeszedni, mert különben halál van. Na, itt mi helyzet? Jó, ezt össze is tudtuk szedni. Üzemanyag. Pont nem érdekel a 87 üzemanyag, viszont ezekben a ládákban még azért meg kellene nézni, hogy mi van. Van egy túlos, meg van egy búkos. Oda nézzük, bazze, tényleg megfogtuk az Isten lábát. Ilyen hülyeségeket már nagyon régen kaptam. Megiszem ezt az egy darab sört, meg kidobom az üveget, ez sá. Hol tette? Ja, mert ott már üvegem. Na, és ebben mi van a búkosban? Ó, végre valami jó, kétszer ezt kópot tudok csinálni, hallod? Na, jó, ennek tudok örülni. Itt meg milyen helyzet, figyelj, a csávó ottan közlekedik. Na, közlekedett? Jó, gyerekek, hát figyelj, lemegyünk. Majdnem gyorsabban, mint gondoltam. Hát figyelj. Ekkor esést ki kell, hogy bírjak. Oké, gyerekek, na. Leparkolunk a motorral. Mennyi? 17 óra? Mennyi idő van? Úristen. Mindent megnéztem? Itt is voltam? Mindenhol voltam? Elvileg voltam, ugye? Ja, itt voltunk benn. Leparkolunk a motorral, aztán kipakolok a motorba. Ja, már biztos mondjátok, hogy
Szidjátok a édesanyámat szegényt. Ez nem egy rövid rész. Menj gyerekek megint, na. Ami biztos, hogy nem kell, az ez meg ez. A tokenre is szerintem szükségem beri ez. Figyelj, annyira mindegy, hogy mit raksz ki, az a lényeg, hogy legyen helyet keeper. Na, igaz? Jó, oké. Okay. Itt leparkoltunk, megyünk be ide. Hát itt elvileg talán még találok egy kis dolgot. Na mi van itt? Jó, még vannak, vagy milyen? Még kaptál, hogy bálák, köcsém? Hú, a francba kerítésébe. De most a bálák, az miért van? Te állatok lesznek, vagy mi a szó? Nem van megtámad egy medve. Az minek a ketreci? Te várjál, ebből nem lehet ilyen időt kinyerni. Rothadt húst. Ezt meg kéne nézni. Ezekből. A nitritet és rothadt húst is lehet, úgyhogy ez tök jó. Gyerekek, elkezdett takarni, és az általában nekem azt jelenti, hogy millió zombi van. Eskü, akar mind a disznó. Itt valami nagyon huncut dolog van. Gyerekek, itt valami nagyon huncut dolog lesz. Ó, bassz, itt is van ideje. Kukajica. Gyorsan végigfutok. Ebben nem nagyon látok jót. Ti se? Itt minden egy meg van halva már. Jó, nincs semmi baj. Tényleg nem látok egy darab jót se. Figyelj, én erre mindjárt benézek ám, ne szórakozzatok. De egyébként itt sok a zombi, érde. Itt tudja, hogy sok a zombi, mert akad. És azt hiszem, hogy fel is ébresztettem a legjobb pagást. De ez egy nem jó hely volt ide leugranom, mert nem látok rá. Csak egyet ébresztettem volna fel. Pince! Pince az mindig veszélyes szokott lenni egyébként. Azt már megtanultam ebben a játékból, hogy a pince az mindig szokott. Fúj, meghalsz! Mint valaki termeltek valamit. Betonkeverő. Baza. És még mindig lejjebb is van. Gyerekek, lejjebb megyünk, jó? Ezt majd fölfele utolunk. Mi van itt? Jaj, more, mi van itt, gyerekek? Ember hulla hegyek. Mi a szar történhetett itt? Jézus úristen, most aztán fosok! Jó, esküszök fosok. Te itt valakik daráltak. Szét, embereket. Ez valami gép, ami szétdarált embereket? Gyerekek! Csúnya dolgom vannak itt. Attól félek, hogy rettenetesen hosszú lesz a rész. De rettenetesen érdekes egyébként most ez megint. Olyan jó helyeket lehet találni ebben a játékban. Ezeknek a készítőknek több kreativitásuk van, gyerekek, mint egy egész bagás horror játék készítőnek. Nagyon jó a játék. Egyébként nem egy túl sok dolog jön ebből. Generátor. Jó. Hallod, kezdek befosni egyébként, hogy itt mi lesz. Emberekből... Gyerekek, tudom mit csináltak itt. Emberekből műtrágyát figyeld meg, hallod? Itt emberekből csináltak műtrágyát. Tuti, hallod? Tuti. És ki tudja, milyen titkok rejtőznek még itt a mélybe? Most átmentem lopakodásba, de nagyon sok a hulla. És mi van itt? Ez mi ez? Oda nézz, itt valami trükk van. Ez valami csapda, hallod? Azt a betyár, hallod? Ez csapda lett volna, bazzák.
Csapda volt. Csapda van. Áh! Van, nagyon fosok. Kéne valami, valahogy lejutni egy olyan helyen, ahol föl is tudok jönni, hogyha esetleg baj van, de ez egy ilyen baro csapda lesz. És minden felállágazik? Valahogy, valahogy jó lenne lejutni. Nem kéne leszakadni, hanem kellene egy lejáratot ásni esetleg, vagy valami ilyesmire gondolt a keeper. Valamit ki kell találnom, hogy lejussak normálisan. Ennek így nem lesz értelme, hogy leszakadok. Ah, nem akarok leszakadni, nem, az nem, ez nekem nem lesz biznisz. Ó, francessen bele. Ott a táska, alul az a csapda, beszarsz. Nem lesz benne semmit fogadni, mert ugye, egy hatos scrap armor, heavy. Jó, hát ezt visszük, és valószínűleg úgyis át fogunk állni arra. Hogy a francba jussak le normálisan. Az a nézé, mekkora trükk volt? Majdnem leestem. Itt valahol le kéne ásnom. Gyerekek, nagyon nem akarok leesni, bocsánat. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy fosos a keeper. Fosos, de nem akarok leesni. Aha, most ó, tökéletes. Na, ez tökéletes volt. Így gondoltam valahogy. Ó, beszne. Azt a rohadt életbe. Beszorok neki, mit találtunk. Meg kéne nézni, itt nincs-e valami. Létre, vazze! Ki lehet jutni, titkos kiárat. Marha jó ez a hely, gyerekek, és még ugye felét nem is térképeztem fel, hanem csak lejöttem egyből a pincébe. Oh, wow. Ez mi? Generator bank. Jó, hát ez nem egy nagy biznisz. Már túl vagyunk terelve megint. És abban itt kell megint elengednem majd ezt az egészet, mert pedig tök jó. Nem fogok tudni hova fakolni. Na, ezt meg ki kellene ütni ezt a 7000-es ládát, hát ha benne lesz a tuti. De igen, az a baj, hogy megint szarra vagyunk terhelve. Meg már 18 óra 58, de viszont szereztünk egy csomó kukoricát. Viszont ebben a házban szerintem még van valami. Itt a hullákból csináltak gyerekek nitritet. Ugye abból a műtrágyát csináltak a hullákból. Bazd. Itt ez tuti, hogy ez valami műtrágya üzem. Visszafele viszont meg kellene nézni. A hány órakor kellene elindulni, gyerekek? Szerintem egy ilyen 21 óra körül, nem? Legkésőbb. Addig azért körül kellene nézni. Van egy csomó kukorica, azt is például meg lehetne belőle csomó kukorica magam. Úgyhogy jól lenne. Na gyerekek. Kincses térkép, jaj de jó. És az izének a tervrajza, lol. 160 bekerül. Várjátok, valamit ki kellene dobálnom. A fű. Nem kell, kettő klot nem kell, ezt le lehetne scrapelni. 72 nitrit nekem nagyon nem érdekel. Ezeket meg akkor vigyük, jó? Ja, azok nem kellenek, bocsánat. Lehet, hogy sokan azt mondjátok, hogy ú, de jó dolgok voltak, de nem kellenek. Na, és igen, az érdekel, hogy itt mi értelme volt, hogy ide lezuhantak. Itt nincsenek zombik? Mi a fasz az? Gyerekek, ott van egy lény. Hol jöttem én le? Ott van lenne egy lény. És nagyon sötét van, hogy rohadtjam meg, mert megint ott kint szerintem esik az eset, de ott van egy lény. Ott. Várjál ma? Ezt ki kéne ütnöm.
Akkor lehet, hogy rálátnék a lényre. Ott egy lény, gyerekek, beszarsz. Nem hiszem, hogy nem találom, eltalálom a lábát. Hát esküszöm, hogy meglövöm a lábát, Dick. Ez mi a franc? Ez valami... Nem hiszed el, hallod? Itt valami bug van. Úristen, mi a szar volt ez, hallod? Ezt megnézem most magamnak. Egy volt? Egy ilyen volt. És ebben mi jön? De kijött 31 hús instant. Nincs több semmi, jó. Ez itt volt benne. Ez egy ilyen csapda volt, gyerekek, hogy itt ne érezd magad jól. A loot jöjjön cserébe, ugye? Azért kösz, azért készítők, azért keményen szivatják itt az ember. Ugye itt tudtál volna, az a lényeg, hogy ott az be kellett volna, hogy... Valaki itt hölög. Az a lényeg, be kellett volna, hogy szívjad, meg kellett volna döglened itt. Ezek úgy tervezték, ezek a nagyon kedves emberek. És megint egy izébe vagyok. Aha, a ketrec. Vágod a rendszert. A ketrec! Grace. Az volt akkor a neve annak a... Szerintem egy átvonuló zombi horda éppen tevékenykedik, vagy nem tudom mi ez. Nem barát itt a környezet, gyerekek. Jó, le kellene megőrülsz, mennyi minden van itt töcsém ebben a játékban. Komolyan mondom, ez a játék, ez az epikusnál is epikusabb. Hát és még semmit nem térképeztél fel, még a felét, ennek a háznak semmit. Super Korn. De miért nem szedi? Elvileg Super Korn a neve, és nem szedi, várjál valami, nem az, hogy... Ó, valami jön. Gyerekek, ez baró, isteni király, komolyan. Na, megint mozog valami, na. Ó, nem tudom elképzelni, hogy ez mennyire brutál ez a játék, gyerekek. És mit szedtem föl? Mi volt ez a szuperkor? Ott van a... Ebből lehet... Milyen receptek vannak? Szuperkor mag... És ja, és ebből lehet ilyen nagyon jó cuclikat csinálni. Jaj, de jó, gyerekek. Nagyon tuti! És megint kifutok az időbe, és egyébként már jama. Ez egy fájl, ezért kidobom a lámpát. Na jó, nézzük tovább, hogy mi van. Jó, azt a rongyot hadd ne vigyem. És megint ott van a cucc. És mindig ott van, és...
Jó, hát ezt elviszem, mert ugyanarra a slotra megy, úgyhogy oda elviszem el. Jó, gyorsan nézzük át itt még egy-két dolgot. Hát 21 órakor legkésőbb el kellene indulnom. Nem bajok, nem kicsik. Lesznek. Jó, beton, kő nem kell. Nem. Ez még szerintem a hátsó bejárat ennek a lének. Nem. És olyan hangok, hangeffektek vannak ebben a játékban, hogy már attól összefosod magad, ott a csaj. Az a baj, nincs időnk, hogy ezt itt végignézzük, ezt a házat. Nincs időnk, pedig aztán még elképzelhető, hogy vannak érdekes dolgok. És hogy tudti, de hát nem, nincs idő rá, sajnálom gyerekek. Én sajnálom leginkább, higgyétek el. De haza kell mennünk. Haza kell mennünk, mert nincs rá idő. De hát ebben biztos, hogy még baromi sok cucc lehet, de egyébként szerintem megtaláltuk a lényeget lent a pincébe, azt a szörnyet, amit ott föntartottak ketrecbe, később meg lehet, hogy lezártak, hogy etessenek valamit vele, de nem tudom, gyerekek, komolyan mondom, le a kalappal a készítők előtt, és itt pont át tudok menni, elvileg várjam erre, erre végig, nem, nincs is messze a lakásomtól ez, csak tök messze rossz fele indultam el. De viszont ez egy epikusan hosszú rész lett, azért viszont bocsánatot kérek mindenkitől, remélem azért nem volt annyira szörnyű. Viszont rengeteg vetnivaló, ültetnivaló cuccunk van, gyakorlatilag az egészet be tudjuk ültetni, sőt, romlott húsunk is lett bőven, tudunk csinálni még virágládat. Minden frankó, gyerekek. Annyit meg kéne tennem, hogy erre ráváltok. Éjszaka tudunk ott hol azért még akkor dolgozni. Megnézzük, hazamegyek, megnézem azért ott egy torony. Mit csináltunk? A tornyot burítottunk össze, meg tüzét, egész farmot, meg legöltünk egy butáns zombi disznót, ami ilyen nem is tudom milyen volt, ami be volt fogva, és emberhússal etették, és emberhúsból csináltak műtrágyát. Gyerekek, egyébként minden egyik háznak van egy története, komolyan mondom. Ebben a játékban minden épületnek, mindennek van története. És ez tök jó meg van csinálva. Mert belegondoltak itt is például, hogy próbáltak, mit tudom én, túlélni lehet, és akkor rájöttek, hogy tudnak csinálni emberhúsból műtrágyát, és az emberhús, ott egy... ez egy kemény hely, gyerekek. Ne, pont. Pont meg Portfőrűsz, érted a rendőrzombiát, ott is egy rendőrzombi. Gyerekek, ez egy nem jó hely. Ja, műtrágyát csináltak belőle, és akkor abból csináltak a szuper kukoricát. Valószínűleg, hogy egy valami jó kis génkezelt szuper kukorica. Hú, gyerek, itt azért végigmenni, lutolni, halad, itt mindenhol rendőrzombik vannak. Itt vízművek, figyeled? De jó! Ah, ez annyira jó bazza ez a játék, halad, beszarsz neki. Itt egy búkos. Nagy épületek, tiszta ilyen, tudjátok mi jut eszembe? Ilyen Terminátor stílusú vidék. Amikor voltam az ítélet napja után, hogy egy lebombáztak mindent, a Skynet meg a rakétákat kilőtték is. Jön a Marika, Marika várja. Ebből jó, sok döglött hús, vagy romlott hús jön. Többi az mi a toll. Jó, a toll az le van szarva, ide a romlott hús az jó, hogy jött. Építkezés. Azt hiszem, itt ástunk egyszer kincset valahol a toldal, csak ugye nagyon nem mertem maszkálni, mert igen, és itt megcsináltam már küldetést. Itt támadott meg kettő zombi medve. És itt van a sarkon lévő épület, haza is értünk. Tök jó, 21 óra 2. Teljesen frankó minden. Nagyon jó gyerekek. Rengeteg ültetni, vetni való cuccot találtunk.
Ezért indultunk, ez volt a cél. Igaz, hogy napot elcsesztünk rá, de belegondoltok, folyamatosan tudok majd készíteni mindenféle cuki dolgot. Na, annyi, hogy ebben a részben szerintem meg fogom nézni még, hogy hogy nő ez a cucc. Meg ugye majd rengeteg magot tudunk csinálni. Aj, de jó. Meg kellene hajtanom a bázisra, ahol gondolkodok. Ja, és ide ilyen lapot kell lerakni, azt már Neorvég régen mondta. Aztán nem lesz olyan problémám ugye, hogy itt ilyen színkülönbség van. Ezt majd meg fogom csinálni mindenképp Neorvég, meg mindenkinek mondom. Jó, oké. Hát már rengeteg idő eltetni. Ilyenekik oda nézni, 455. Ugye nem is tudom fölvenni, mert annyi cucc van nálam. Na, nézzük meg, annyit arra még kíváncsi vagyok, hogy mennyi kukorica, meg ilyen cuccot. Van 20 ilyen kukoricám. Van 34 húsom itt. És megnézzük a motorba, ott is van egy csomó kukorica, aztán. Na, nem ezt akartak éppen. Van 32 kukoricám, úgyhogy rengeteg magot tudok csinálni. Itt is van 4 húsom, itt is van 29, úgyhogy ilyet is tudok csinálni. Megnézzük, hogy nem-e nőtt. Egy nap alatt, hogy nem-e nőtt ugye a palántáink. És akkor tudom viszonyítani, hogy milyen gyorsan fog nőni. De oda nézd, milyen fényesség van ott, vagy mi ez? Nem is úgy láttam, de nem. Úristen! Úristen! Nézd már! Nézd már, tesó! Ki van találva, meg van oldva. Nő, a kukorica nő, a growing növekszik, azt írja. Figyeld, van izénk mindenünk. Van tökünk, van krumplink, van kávénk. Jaj, de jó, az összeset bekerültetni majd. Gyerekek, milliónyi lesz. Lehet, hogy azt csinálom, hogy ott is kiütöm, és akkor oda is ültetek, és az egész az lesz, meg itt is, és csak egy kicsi út lesz. Nem tudod letaposni, úgyhogy tök jó. Van üvegháza, itt meg nagy kukoricás lesz, meg minden. Jaj, de jó. A kukoricában mit tudok csinálni? Tudok főzni? Meg kellene nézni az összes receptet. Valamit megtanultam még ma, amit mindenképp meg akartam. A szkópot is tudunk csinálni. Meg kell nézni. Úristen, nem bírod ki képelre. Nem bírod ki, már olyan hosszúak ezek a részek, mert annyi mindent csinálok, és annyira jó. Na, nézzük meg a szkóp. Tudok kettes szkópot csinálni. Broken glass kell hozzá, forgott iron, és minden megvan, gyerekek. Tudok egy kettes szkópot csinálni végre, fegyvereimre. És tudok egy csomó szkópot csinálni, és minden fegyveremre. És tudok az íjamra is szkópot csinálni. Hallod, nem bírom ki, hogy ne csináljak szkópot, bazzik. Gyerekek, ne arra bújjatok, vagy csináljak szkópot, várja már. Hadd dobáljak ki dolgokat, megőrülök. Várjál, kidobom a fegyvereket, azt akkor a csomó helyetlőm lesz. Nem bírom ki, bocs. Kell kivennem vasat. Azt mondja, hogy... Forget iron, mennyi van? 10 darab kell? 10 kell. Mi van? Mi van? Miért nem tudok csak egyet? Ennyi iron van benn? Hát melyikben van iron ma? Oké, okay. Jó lesz. Várjál, csináljunk 30 darabot gyorsan. Ilyet. Craft, oké. Okay. 30 darab ég, egyébként nem volt? Szerintem nem volt, jó, 30 darab ég. Mi kell? Broken glass. Hát össze kell törnem hozzá üvegeket, ami nem biztos, hogy annyira örülök neki, de lehet, hogy meg fogom csinálni. Álljál meg. De az meg üres üveg kell, de viszont üres üveget tudok készíteni. Ja, ez nem kell volna kirakom a izét. Üres üveget. Viszont ahhoz... Az MT azt hiszem, igen, MT volt a VR. Igen, szent kell hozzá, szentet be kell gyorsan olvasztanom. Gyorsan szennet hozzunk? Nem bírom ki, gyerekem, bocsánatot kérek. Olvasszunk be egy kis szennet. És akkor tudok csinálni ilyet. De mondjuk egy csinálni 10, mit tudom, sok darabot. Jó, addig olvad be, jó? 16. Jó, addig olvad be. Nézzük össze, addig össze a többi alkatrészét. De nagyon jó.
scope mod. Oké, okay. Jó, igen. Ebből kellene 45, ebből kellene glue kell, meg... Sanyi, nyugi, a glue-t is kellene csinálni, mert az sincs. Sanyika, ne ássál, légy szíves! És éjszaka is lett, úristen. Kell glue. A glue-hoz meg kell... glue-hoz kell... Nem, csont, ez kell meg csont. De a csont az biztos, hogy kell. Sanyika, ne ássál, ne őrítsed a párat. Na. Receptek. Glue. És murky water kell hozzá. Igen, mégiscsak. Murky water, és akkor chemical stationbe tudok glue-t csinálni. Azt mondja, hogy... Egy bombból is tudok. Jaj, tudnék ilyenből, de ne csináljunk orra. És itt van a paint! Ne, azt is tudok, nem bírod ki. Nem bírod ki, hallod. Jó, glue-t azt kellene csinálni, mondjuk egy 30 darabot. Az mindig kell glue, sajnos mindig kell. Jó, csináljuk a glue-t. Itt meg akkor ez elkészült, akkor mi kell? Utána kellene. Csináljuk ilyen üres üvegét, aztán akkor abból lesz üvegem. Úgyhogy összetöröm gyakorlatilag. Meg ugye egyébként innom is kellene, és akkor abból is lesz üres üvegem. Ott is van. Jó. Jó, gyerekek, festéket is tudsz csinálni. Azt a vetyár. Várjál, ezt lesz kreppeled? Lesz 12 darab. Jó. Oké. Okay. Azt is lesz kreppeled. Akkor megint lesz 11 darab, és igazából meg is van hozzá szerintem, akkor már mindenem. Mennyi glue kellett hozzá? Na, várjál. Igen, itt van. Egyet tudok csinálni. Kipróbáljuk, jó? Egy perc alatt meg is van. És akkor folytatjuk. Majd kifigyelj, kipróbálom először, hogy milyen. Igazából csak kettőszörös scope. De semminél mindenképpen jobb lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog nagyítani. Valószínűleg kettőszöröset, ugye? Ezt kveppelem, mert ez nem kell. Jó, mert rendet rakunk is. Nézzetek, csomó mindent szereztem. Tök jó virágládát is tudok még csinálni. Erre nagyon rá fogok állni, hogy ez legyen. A holnapi részben mindenképpen fogunk, vagy a következő részben, hát a holnapi lesz valószínűleg. Gyorsan csináljuk meg mindent. Jó, hát az megolvadjon be egy kis homok, mert úgy látom, hogy azért erre is szükség is lesz. Okay. Itt meg ugye készül a glue, és paintet is fogunk csinálni. Millió darabot. Tök jó lesz. Várjál már, várjál már. Csináljunk egy... néhány paintet. Ki akarom próbálni ezt mindenképp. Fú, basszus. Nagyon imádom. Okay. Megvan mindjárt a scope. Ez mi ez a izé? A scrappelés. Nem vágom, hogy ez mi. Nem tudom, hogy mit scrappeltem. Ja, ezt scrappeltem, nem? De ez miért olyan ikonja volt? Na, hol a scope-unk? Ugye ki kell menni, várjál már, nagyon izé van. Nagyon pörög a keeper, várj, erre rá tudom rakni. Modif. Rábaszod, beszarás. Beszarás, mi lett itt nekünk? Nem is látni rajt. Ott az a... Nem is látni, de így meg benne van, van scope, de csem, keeper is baróra nagy itt. Hát a 8-szoros az mit tudhat? Aha. És ezt kinyírtam, mert idegesítő volt. De öcsém! Hallod, egy 8-szoros kop... 8-szoros kopot megtanulsz, világura vagy, apám. Nem? Hát már ezzel is öcsi sajt. Ó, valami kutyát hallok, figyelj, szemét kilövöm, bazza. Á, tesó! Nagyon jó. Most meg annyi kajám lesz, nem tudok annyit.
Fölhasználni, basszus. Nagyon jó, majd a lyukát kivágom, azt lehet, hogy ugye tudok gyűjteni itt a sivatagban, hanem inkább ide fogok készíteni. Ja, meg a gomba is kellene. Meg tudjátok, hogy gombát lehetne szereznem. Ugye vannak ilyen barlangok. Milyen jó a kis fotel, ide le tudsz ülni addig, amíg ide készülnek a dolgok. Na várjál már. Megvan a glóunk. Úristen! 2800 darabot készít ebből. Úristen! Úristen! Ez mi, várja? Roller? Surface? Rollerrel kellene, és akkor csak egy blokkot, ugye? Jó. És a materials? Ezek közül választhatok? Ennyi van. Van piros. Azt a betyár úr istenedet. Azt a betyár úr istenit. Nem bírom elviselni, mennyire király. Mennyire király? Ide meg tudsz olyat, hogy szupli, meg mit tudom én, figyeld. Mondjuk erre fegyvert érted, figyeld. Figyeld. Jelen nem. Megőrülök. Annyira király, várj, mit tudok lefesteni? Mindent le lehet festeni, vagy csak mit, tárgyakat nem lehet lefesteni? Mondjuk ilyet le tudok festeni pirosra? Vagy mit? Ajtót nem, ugye? Jó, ajtót nem, meg is nyugodtam, apám. Dick! Júj! A dobozt lefestettem. Júj, úristen! Azt a vetyár úristenit! Azt a rott életbe, miket lehet csinálni, öcsém! De rohadt jó! Nem hiszed el! Forrira raktad, öcsém, de nagyon jó! Vas! Vas színű! Van ilyen fú! Megerősített betonszín! Ned, nagyon jól néz ki, öcsém! Bakker! Rohadt jó az egész! Imádni való! És egész falakat is lehet elvileg. Ó, te fiú! És ezt mondtam, hogy például de belülre, figyeld! Ah, franc, essen bele! Ilyen téglád vagy valamit csinálsz, érted, és tök jól néz ki az egész. Ah! Mit tudom én, várj, a téglaszín. Oda nézd, mekkora király! Tök jó! Milyen szín van még? Ne görülsz, hallod, itt végtelenek a lehetőségek. Van ilyen izé, ilyen sötétebb tégla. Gránit, meg mit tudom én, azt a betyáró is. Ilyen kopott fa. Van ilyen sörös, van izé, mindened van, mindent tudsz. Meg ezek a színek is tök jók, hogy rózsaszín, meg piros, meg lila, hallod? Á, de jó, és ugyanúgy föl tudod venni. Á, nagyon jó. Imádom az egész gyereket. Ez most engem megvett kilóra. Ez a rész, ahogy indult, baromi hosszú lett, tudom, de ahogy indult, gondoltam, hogy eddig eljutunk, és ennyire király az egész. Ez például ez a beton, hogy ilyen, ez nekem annyira bejön, hogy ezt el nem tudjátok képzelni.
Itt bazzer meg tudod csinálni olyan szépre egy kis bunkert, hogy ez tök jó. Hol van a sima beton? Biztos van. Van treplinemez, meg mit tudom én, tető, meg... Van ilyen kamó, bazzer, beszarsz. Várjál, sima beton, ez a sima beton, és akkor vissza tudod csapni oda. Óra nézői hallod, és bármilyen is. Azért is csináltam be, mit tudom, 1800 darab készült volna, hogyha 1000 darab, hát az egészet kifestett Dezső. Hát megőrülsz. Na kapcsoljuk ezt ki, és mekkora király, zombilen, pirosan vagy, amit akarsz, és citromsárgára a hátulját megcsinálod, vagy minden. Nem egy ilyen ide, a gyerekek, ez akkora király lesz az egész. Hogy ez megőrült, hogy kifestjük az egész. Kifestjük a következő részbe, várjál már! Murky Waterre kell van szükségünk. Azt a rohadta. Murky Water kell, a Murky Water fogyott el, ugye? De várjál, nem volt a motorom a Murky Water még? De van 89 gyerekek, kifestjük. Következő részbe kifestjük az egészet. Gyönyörűségesre. Sárgára, pirosra, padlót megcsináljuk, gyerekek, és mégis betonból van. Tök jó, hogy meg lehet ilyet csinálni, és nem ilyen sötét szar kazamatába fogok lenni. Ez mondjuk nem vágom, hogy ezt nem tudom kifesteni, de mindegy jó. Baromi jó, gyerekek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a videó, baromira örülök neki. Tényleg örülök legjobban, majdnem jobban örülök, mint a Scope-nak. Hát ez, de meg a Scope, egy 8-szoros Scope-on mit fogunk csinálni, gyerekek? Királyok leszünk. Na, köszönöm a figyelmet, nagyon-nagyon örülök mindennek most. Na, sziasztok!